Javult az életminőség Nyíregyházán. A 10 éves háztartás panel vizsgálatból kiderült, a lakosságnak jobb az egészségügyi állapota, és a munkahelyüket is biztosabbnak érzik. Jól telel az őszi vetés, a téli hótakaró megóvja a frissen elvetett terményeket a kifagyástól, illetve a víz utánpótlását is biztosítja. Változtak a játszótéri szabványok, szakmai napot tartottak a játszótereket üzemeltető intézmények, fenntartók, valamint önkormányzatok számára. Majdnem 10 pontos a nyíregyháziak életminőség indexe. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! 2013-tól kezdett javulni Nyíregyháza életminősége, majd 2015 után felgyorsult ez a tendencia, és egyre jobb adatokról tudtak beszámolni a szakemberek. A 10 éves háztartás panel vizsgálatból kiderül, a lakosságnak jobb az egészségügyi állapota, és a munkahelyüket is biztosabbnak érzik. Ez a két aspektus pedig nagy mértékben meghatározza az életminőség indexet. A nyíregyházi háztartás panel vizsgálatban több mint 540 család részvételével készítettek felmérést az életminőségük állapotáról. A vizsgálat 2008-ban indult, általában két éves ritmusban keresték fel a háztartásokat, így a kezdéstől számítva már ötször keresték fel újra a válaszadókat. Ugye ez egy úgynevezett panelvizsgálat, ezt nagyon érdemes egy kicsit elmagyarázni, nem azt jelenti, hogy a panellakásokban élőket vizsgáljuk a városban, hanem hogy igyekszünk mindig ugyanazokat a háztartásokat felkeresni az adatfelvételeknél, tehát azt a standard mintát vagy kört próbáljuk megkeresni. Ez módszertanilag hosszú évekig működött is, de azért mindig vannak olyan kieső háztartások, akiket valamilyen szempontok alapján pótolni kell, mert vannak, akik elköltöznek, nem tudunk utánuk járni, de azért alapvetően róluk azt nagyjából tudjuk, hogy milyen összetételű háztartásról van szó, a városnak melyik körzetében laknak. Tehát akkor, amikor mi kiválasztunk egy mintát, ami ugye elhangzott, ez egy viszonylag nagy létszámú minta, Nyíregyháza város lakosságához mérve, akkor mi mindig kiválasztunk egy úgynevezett tartalékmintát is, és akkor onnan tudjuk beléptetni azokat, akiket valamilyen úton, módon pótolni kell. A vizsgálatban 7-8 aspektusból vizsgáltak a szakemberek, ezek azok a tényezők, amelyek a leginkább meghatározzák a városlakók életminőségét. Ilyen például a gazdasági aktivitás, vagyis a foglalkoztatottság, a jövedelem, a lakhatási mutatók, az egészségi állapot és a társas kapcsolatok. A felmérés eredményéből látszik, hogy alapvetően az egészségi állapotra vonatkozó mutató az, ami a legjobban befolyásolja a nyíregyháziakat. A felmérésből az is kiderült, hogy a nők sokkal többet foglalkoznak az egészségügyi állapotukkal, gyakrabban vesznek részt szűrővizsgálatokon is. Ez az állapot ugyanis befolyásolja a munkavégzést is, így a jövedelmet is, de az emberek közérzetét is rontja egy esetleges betegség. A másik fontos aspektus a nyíregyházi lakók körében a munkahely, abban az értelemben főleg, hogy mennyire érzi egy munkavállaló biztosnak a saját foglalkoztatottságát. Egyre biztosabbnak érzik, másrészt, hogyha a 10 évet lekövetjük, akkor azt lehet látni, hogy két időszakra lehet nagyjából osztani ezt a 10 évet. Volt egy 2008 és 10, még azt is mondom, hogy 12-ig tartó időszak. Ugye ez volt az a gazdasági, financiális válság, ami hát érintette azért a várost is. Lehetett tapasztalni, hogy nőtt a munkanélküliség, ugye az egy olyan 5-6%-ról akkor felment 10-11%-ra is. Ezzel párhuzamosan a jövedelmek enyhén csökkentek, de inkább azt mondom, hogy stagnáltak, miközben azért volt minden évben x százalék infláció is. Tulajdonképpen a fordulat az valahol 12-13 körül érzékelhető, enyhén nőtt a foglalkoztatottság, de aztán 2015-től 18-ig, tehát fogalmazom, az elmúlt három évben gyakorlatilag robbanásszerűen nőtt, hiszen egy olyan 57%-ról indultunk, és most már 68%-nál tartunk, ami a foglalkoztatottságot jelenti. Ez nagyjából megegyezik az országos adattal, és 4%-ponttal kedvezőbb, mint a megyében, vagy mondjuk az észak-alföldi régióban. Mivel több dimenzión keresztül is mérik az életminőséget a vizsgálatban, ezért egy indexet találtak ki a szakemberek az eredmények bemutatására, így egy számmal tudják ezt kifejezni. Ez a mutató vehet fel mínusz és plusz értéket egyaránt, 2015-ben ez a szám 6,5 és 6,7 között volt, most pedig jelenleg 9,7 körüli, tehát majdnem 10 pontos a nyíregyháziak életminőségi indexe.
Egyre több kisgyermekes család életét könnyíti meg a GYED Extra, és 2010 óta több mint duplájára emelkedett a GYED maximális összege, nyilatkozta az 5 éve bevezetett GYED Extra eredményéről Novák Katalin. A család és ifjúság ügyért felelős államtitkár kiemelte, a januári minimálbér emeléssel a GYED maximális összege újabb 8%-kal 208.600 forintra nőtt. A diplomás GYED összege pedig alapképzés esetén 104.300 forintra, mesterképzés esetén 136.500 forintra emelkedett. Novák Katalin hangsúlyozta, 2019-ben több mint 190 milliárd forintot fordít csak a GYED révén a kisgyermekes családok támogatására az állam. Az államtitkár hozzátette, a GYED-re jogosultak köre is jelentősen kibővült az elmúlt években, hiszen a GYED akkor is jár, ha mindkét szülő visszamegy dolgozni, valamint már az apák is igénybe vehetik. Novák Katalin elmondta, a rugalmasabb szabályokkal a GYED-et igénybevevők száma így átlagosan havi 3000 fővel lett több, mint 2010-ben volt. Kedvez a hótakaró az őszi vetéseknek, a mezőgazdaság szempontjából több pozitív hatása is van a gyakori havazásnak. A tél folyamán a hó ugyanis egy védő réteget képez, amely megóvja a növényeket a fagytól, tavasszal pedig a folyamatos csapadék utánpótlást biztosítja. A tavaly ősszel elvetett növények számára nem volt ideális az évvégi időjárás. Leginkább a csapadékmentes, száraz idő kedvezőtlen a növénykezdemények számára, amelyek Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke szerint emiatt nem a megfelelő ütemben fejlődtek. A kellések azok nem voltak elég, az elvártnak megfelelő, ugyanis nagy csapadék hiány volt. Itt a hó alatt ezek a növények még kikelhettek, illetve tavaszra egy jó fejtrágyázás után akár még termést is hozhatnak, még ha úgy tűnik, hogy lemaradásban vannak is. A csapadék hiány most fokozottan érzékelhető, hiszen az elmúlt év ősze és az idei tél sem bővelkedett csapadékban. Azt tapasztalom, hogy nagyon nagy csapadék hiány van már most januárban is, ugyanis azokban a csatornákban még nem jelentek meg a vízmennyiségek, amiben azért olyan április-május elejéig folyni szoktak a vizek, egy abszolút nincs benne semmennyi víz, úgyhogy nagyon örülnénk neki, hogyha ez a hó elolvadna, vagy még esne hozzá egy lassú oldása, pótolnánk azt a lemaradott mennyiséget, ami a tavalyi 2018 évi tenyész időszakban körülbelül 100 mm hiányzott. Rácz Imre hozzátette, a legkedvezőbb az lenne, ha a jelenlegi hótakaró fokozatosan olvadna el, ezt a folyamatos utánpótlást a fagyból kiengedő talaj lassan tudná hasznosítani, így a mélyebben fekvő területeken sem alakulna ki belvíz. Kétharmaddal többet fordít a kormány az egészségügyi alapellátásra, mint 2010-ben, az akkori 119 milliárd forint helyett idén már 199 milliárd forintot, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára hétfőn Szobon. Rétvári Bence arról beszélt, a kormány számára fontos, hogy a háziorvosi rendelők minél korszerűbbek, modernebbek legyenek, és mindegyikben legyen háziorvos. Hozzátette, hogy míg egy háziorvosi praxis átlagos bevétele 2010-ben 867 ezer forint volt, addig ma ez 1 millió 596 ezer forint. Ez pedig azért lehetséges, mert a kormány évről évre 130 ezer forinttal emelte a praxisok bevételét. Az államtitkár elmondta, országosan 44 milliárd forintot fordít a kormány arra, hogy a háziorvosi rendelőkben korszerűbb környezetben tudjanak az orvosok betegeket fogadni. Rétvári Bence beszélt arról is, hogy 262 letelepedési és 230 praxis vásárlási pályázaton tudtak győztest hirdetni a pályázatok indulása óta. A támogatási összeghatár 4 millió, illetve 20 millió forint. Hozzátette, az idén is rendelkezésre áll 1,25 milliárd forint a háziorvosok támogatására. Változtak a játszótéri szabványok, a fenntartóknak szervezett szakmai napot a Tűzmegelőzés Kft. Nyíregyházán. Az eszközökre vonatkozó szabályokat minden fenntartónak be kell tartani, így például az önkormányzatoknak, az oktatási intézményeknek és a vállalkozásoknak egyaránt. A Tűzmegelőzés Kft. Vizsgálatai alapján egyre kevesebb a veszélyes eszköz a játszótereken.
Teltházas volt a Tűz Megelőzés Kft. Szakmai rendezvények kedden, az egésznapos program célja az információ átadás volt. 2018. novemberétől változások léptek életbe a játszótéri szabványokban, több olyan munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabály is változott a közelmúltban, illetve változni fog a közeljövőben, amelyek az önkormányzatok, intézmények és minden fenntartó napi feladatait érinti. Az előadók ezekben a témákban tájékoztatták a résztvevőket. A mai napot munka és tűzvédelemmel kapcsolatos dolgokkal, statisztikával és a játszótéri szabványok változása miatt szerveztük. A környező, közelbeli, illetve az országban található intézmények részére a változásokról, a jogszabályváltozásokról ezzel kapcsolatban, ami az intézményeket érint, hogy mindenki tisztában legyen, és hogy tudja a jogszabályok alapján, hogy hogy kell ezeket a dolgokat végezni, illetve rendezni, hogy minden rendben legyen a játszóterekkel kapcsolatban. A játszótereket üzemeltetőknek a játszótéri eszközök vonatkozásában dokumentálási és ellenőrzési kötelezettségeik vannak a hatályos jogszabályok és szabványok alapján, amit a Fogyasztóvédelmi Hatóság folyamatosan ellenőriz. A játszótérnek három fő ellensége van, az időjárás, a rongálás és a nem rendeltetésszerű használat. Sokszor probléma az is, hogy a játszótéri eszközöket a szülők is használják, pedig azok a gyermekekre vannak méretezve. Tavaly több mint 300 játszóteret és 5000 játszótéri eszközt vizsgált át a Tűzmegelőzés Kft., amelyekben azt állapították meg, hogy a korábbi ellenőrzésekhez képest javult a helyzet, mindössze 10% azoknak az eszközöknek az aránya, ahol valamilyen hiányosságot találtak. Ezeket az üzemeltetőknek kell javítani, egy baleset során ugyanis a felelősség minden esetben az üzemeltetői. A kivitelezésnél csak a méretezések vonatkozásában van kisebb változások, például a fejbeszorulás vizsgálata, újbeszorulás vizsgálata, a leesés elleni védelem, ütéscsillapító talajok kialakítása, tehát ezek mind-mind a biztonságot szolgálják. Hiszen az új szabvány egyértelműen meghatározza, a játszótéri eszközöket úgy kell kialakítani, úgy kell használni, hogy a gyerek súlyos vagy halálos balesetet ne szenvedjen, tehát nem mondja, hogy ne legyen baleset, a játszótéren előfordulnak balesetek. Ennél szeretném felhívni a kedves nézők figyelmét, hogyha bekövetkezik egy baleset a játszótéren. Azonnal értesítsék az üzemeltetőt, hiszen a játszótereknél ki van írva, hogy ki az üzemeltető, az elérhetősége, hiszen vizsgálni kell, hogy a játszótéri üzemeltető, vagy valamilyen játszótéri eszköz hibája miatt következett be a baleset, vagy éppen a nem rendeltetésszerű használat miatt, amiről hát nagyon sok balesetről lehetne beszélni még. A szakmai napon résztvevő intézmények fenntartók között egy értékes 260 ezer forintos kétszemélyes lengőhintát is kisorsolt a Tűzmegelőzés Kft., amelyet egy nyíregyházi gyártócég ajánlott fel. Befejeződik február 1-én a jegybank által 2014-ben elkezdett bankjegycsere, megjelennek az új 500 forintos címletek, de a régi változata még 2019. október 31-ig lehet fizetni, olvasható a Keddi Népszavában. A lap felhívja a figyelmet arra, hogy a régi 10.000 forintos bankjegyek bevonásáról még nem hozott döntést a Magyar Nemzeti Bank, ezért mind a régi, mind az új változata egyelőre korlátozások nélkül felhasználható a készpénz forgalomban. A régi 1000 forintosokat ezzel ellentétben viszonylag rövid idő alatt kivonták a forgalomból, de postahivatalokban és bankfiókokban még bő 2,5 évig becserélik azokat. A bankjegyeket kivonásuk után az MNB lakossági pénztárában még 20 évig díjmentesen beváltják azonos névértékű új fizető eszközre mennyiségi korlátozás nélkül. Az új 500-ast számos biztonsági elemmel látták el. A főbb motívumok az értékjelzés és a felirat érdekes felületűek, jól tapinthatók. A bankjegy átnézetében, vagyis a fény felé fordítva második Rákóczi Ferenc arcképét és az 500 értékjelzést tartalmazó vízjelkép látható. A bankjegy előoldalának közepén lévő vágtázó ló motívum pedig mozgatás hatására bíborról zöld színűre változik. Két pontos győzelmet aratott a Vasas otthonában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 17. fordulójában lejátszott mérkőzésen a negyedik negyedben 15 pontos hátrányból fordítva nyertek 82-80-ra. A nyíregyháziak 11 győzelemmel és 6 vereséggel az 5. helyen állnak a tabellán.
A meccs első kosarát a hazaiak szerezték, aztán viszont átvette az irányítást a Nyíregyháza, 10 perc játék után 8 ponttal vezettek a vendégek. A folytatásban magára talált a Vasas, a fővárosiak szép lassan ledolgozták hátrányukat, sőt a nagy szünetre már egy pontos hazai vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után sem változott a játék képe, a harmadik negyed végén már 11 ponttal állt jobban a házigazda. 7 perccel a meccs vége előtt 15 pontos hátránynál nagy hajrába kezdtek a cápák, sorra szerezték a kosarakat a vendégek, akik az utolsó előtti percben a vezetést is átvették, és végül 2 ponttal megnyerték a fordulatos találkozót. Előjött az, ami alapvetően a problémánk is szokott lenni. Ha elkezdünk játszani és jól játszani, és kialakítunk egy előnyt, akkor azt nagyon könnyen el tudjuk herdálni, mert úgy gondoljuk talán, hogy ez a mérkőzés meg lesz, ez könnyebb lesz, és innentől kezdve már minden sinem van. Aztán, amikor adunk egy kis lélegzetvételnyi esélyt az ellenfélnek, akkor ők megfogják a ritmust, és amikor ritmusban jön egy csapat, akkor nagyon nehéz ezt megváltoztatni. Úgy gondolom, hogy ebben az időszakban nem volt megfelelően kemény a védekezésünk, engedtük a Vasasnak, hogy azt játssza, amit ő szeret, és ezzel kicsit összezavartak minket. A negyedik negyed közepétől, vagy a negyedik negyed elejétől mondhatom azt, hogy akkor talán a játékosok is úgy gondolták, hogy itt nincs más választás, le kell hozni mindent, amit csak lehet, és akkor megváltozott a játék képe, a védekezésünk sokkal jobb lett, labdákat szereztünk, és azok a könnyű kosarak, amik indításból születtek, persze extra kosarak is voltak, mert 3 pontos faltal együtt, tehát 4 pontot sikerül egy támadásban szerezni, azért mindig szükséges, de a lényeg, hogy a könnyű kosarak megszerzésével át tudtuk fordítani ezt a találkozót a mi javunkra. A mérkőzésen 19 pontot szerző Busz Iván szerint értékes győzelmet arattak a Vasas otthonában. Azt tudni, hogy a Vasas pályán mindig nehéz játszani, ráadásul idén egyik nagyobb csapat sem tudta még őket, vagy egyik nagyobb csapatot sem tudták elkapni, pedig ez jellemző volt rájuk az elmúlt években. És én tartottam picit a meccstől, az elején jól kezdtünk, de aztán a két középső negyedben be is igazolódott a félelmem, és a negyed-negyedben hál' Istennek, bár 15 pontos hátrány nem sok esélyt adtam magunknak, megmondom őszintén, összekaptuk a védekezést, jött pár extra kosár, és meg tudtuk fordítani a meccset. A forduló további eredményei a következők: NTK Török Bálint BKG prímese 59-76, Budapesti Honvéd Bonyhát 91-80, Budafok Nagykőrös 85-66, Mavc Meavsz Miskolc 99-67 és Békés Veszprém 81-111. A tabella élén a Veszprém áll 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 16-1-es mutatóval rendelkező Mavcot. A Nyíregyháza Blue Sharks 11 győzelemmel és 6 vereséggel az 5. helyen várja a folytatást. A cápák ezen a héten nem játszanak bajnoki meccset, a jövő héten viszont 2 mérkőzés is vár Busz Ivánékra, kedden az MTK Török Bálintot, vasárnap pedig a Nagykőrös fogadják a nyíregyházi kosarasok. A címvédő Ibrány Ese sikerével zárult a 6. Nyírerdő kupaterem labdarúgó torna. Madalina György együttese veretlenül végzett az élen. A 2. helyet a Balkány Ese szerezte meg az Apagy Ese és a Tarpa SC előtt. A selejtezőket és a középdöntőket követően az állva maradt 8 csapat lépett pályára vasárnap a Filó foci csarnokban, hogy eldöntse a Nyírerdő kupa sorsát. Az egész napos tornán az A-csoportban 3-6 pontos csapat közül az egymás elleni eredményeknek köszönhetően a Balkány végzett az első, az Apagy a második, míg a Kemecse a harmadik helyen. A B-csoportban a címvédő Ibrány maga mögé utasított mindenkit. A bronzmérkőzés nagy csatát hozott a döntő, viszont sima ibrányi sikerrel zárult. Nagyon jó színvonalú teremtornán vagyunk túl, minden probléma nélkül lezajlott az utolsó kör, és időben megérkeztek a csapatok. Percre pontosan tudtuk kezdeni a mérkőzéseket, sőt a végére még egy pár perccel hamarabb is el tudtuk kezdeni a döntőt. Nem volt sérülés, ami nagyon fontos. Izgalmasan alakult az A-csoport küzdelme, hiszen ne felejtsük el, hogy az A-csoportban 3-6 pontos csapat végzett az első 3 helyen, és itt ugye a versenykiírás értelmében az egymás közti ugye mini tabella számított, az egymás közti eredmények, és ugye így játszhatta a Balkány a döntőt. Érdemes megjegyezni, hogy 17-18 másodpercre a vége előtt rúgta a Balkány az Apagynak azt a gólt, amivel végül így megelőzte az apagyi csapatot. Az Apagy játszott így a harmadik helyért. A másik csoportban a címvédő Ibrány maga biztosan menetelt. Annyi, hogy az utolsó csoport mérkőzésen azért a Gyulaháza egy 0-0-ás döntetlen tudott vele játszani, de ennek ellenére is az Ibrány jutott a döntőbe, a Tarpa pedig játszott a harmadik helyért. A harmadik helyért játszott mérkőzés az egy nagyon izgalmasan alakuló találkozó volt, hiszen a tarpaiak 2 góllal is vezettek, de az Apagy Marics Gabi
vezetésével megfordította a mérkőzést, és megnyerte végül. Az Apagy, aki szinte mindig bejut a Nyíregyházi Kupa 8-as döntőjével, most így a harmadik helyen végzett, a döntőbe pedig az Ibrániak címvédőhöz méltóan az első perctől kezdve kézben tartották a mérkőzést, az első percben megszerezték a vezetést, és végül 4-0-ás győzelmet arattak a Balkánnyal szemben. A résztvevő csapatok edzői és vezetői szerint a háromkörös teremtorna jó felkészülési lehetőséget biztosít a tavaszi bajnoki folytatásra. A megye 2-es, megye 3-as csapatoknak ez nagyon jól jön, ez a teremtorna, hiszen általában ezzel a teremtornával indítják el a téli felkészülési időszakot. Ez az év, ez most különösen jól sikerült, és jó visszajelzések voltak, hogy kevesebb csapattal rendeztük meg helyszínenként, ugye 5 csapattal a selejtezőket, a középdöntőket 4-jel, hiszen ez azt jelenti, hogy nem reggeltől estig kellett ott lenni egy helyszínen, és a vége nem fulladt unalomba, hanem tényleg minden mérkőzésnek tétje volt. A megye 1-es csapatok pedig értelemszerűen valaki komolyabban veszi a kispályát, a teremtornát, valaki nem olyan komolyan, ugye a megye 1-es csapatok közül azért jó pára nem is neveznek, nem is szoktak erre a teremtornára. Aki viszont nevez, azért az komolyan veszi, ha jól mutatja, hogy azért itt is a legjobb 4-ben 3 megye 1-es csapat versenget. Pozitívak voltak a visszajelzések, ugye azt hiszem, hogy sőt, egészen biztos vagyok benne, hogy jövőre megrendezzük a 7. Nyíregyházi kupát is. A tornán a dobogós csapatok az érmek és a serlegek mellett 200 ezer forint értékű sportszervásárlási utalvánnyal is gazdagodtak. A gólkirályi címet az Ibrányi Somogyi Márk szerezte meg, a legjobb játékosnak a Balkányi Gyási Lászlót, a legjobb kapusnak pedig az Apagyi Polgári Lászlót választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Majdnem 10 pontos a nyíregyháziak életminőség indexe, ez derül ki a háztartás panelvizsgálatból. 2013-tól kezdett javulni Nyíregyháza életminősége, majd 2015 után felgyorsult ez a tendencia, és egyre jobb adatokról tudtak beszámolni a szakemberek. A felmérésből kiderül, a lakosságnak jobb az egészségügyi állapota, és a munkahelyüket is biztosabbnak érzik. Ez a két aspektus pedig nagy mértékben meghatározza az életminőség indexet. Kedvez a hótakaró az őszi vetéseknek. A gyakori havazásnak ugyanis több pozitív hatása is van a mezőgazdaság szempontjából. A tél folyamán a hó védőréteget biztosít a kultúrnövények fölött, amely megóvja a vetést a fagytól, tavasszal pedig a folyamatos csapadék utánpótlást biztosítja a növekvő növények számára. Több olyan munkavédelmi és tűzvédelmi jogszabály is változott a közelmúltban, illetve változik majd a közeljövőben, amely az önkormányzatok, intézmények és minden fenntartó napi feladatait érinti. A tűzmegelőzés Kft. Tavaly több mint 300 játszóteret és 5000 játszótéri eszközt vizsgált át, és azt állapították meg, hogy a korábbi ellenőrzésekhez képest javult a helyzet, mindössze 10% azoknak az eszközöknek az aránya, ahol valamilyen hiányosságot találtak. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 29-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Az éjszakai órákban felhős idő valószínű, párássá válik a levegő, zúzmarás köd is képződhet. Éjszaka helyenként gyenge havazás előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 2 fok között alakul, a hidegebb, a vastagabb hóval borított részeken lesz. Szerda estig erősen felhős vagy borult lesz az ég, a zúzmarás köd fokozatosan mindenütt megszűnik, de párás marad a levegő. Néhol gyenge ónos eső esetleg előfordulhat, az északkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3 fok között alakul. A következő napokban enyhébbek lesznek az éjszakák és jelentősen erősödik a nappali felmelegedés. A hétvégén többfelé 10 fok fölé melegszik a levegő, de délen 13-14 fokot is mérhetnek. Időnként számítani lehet napos időszakokra, de inkább erősen felhős idő lesz a jellemző. Péntekig csupán elszórtan fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék, a hétvégén azonban többfelé elered az eső, zápor eső.